vágjunk is bele, 2 év telt el, 2 éve volt az a bizonyos tisztújító kongresszus, amin hát nem teljesen törvényes módon eltávolítottak a Jobbikból, vagy utána kiléptél a Jobbikból, és megalakult a Mi Hazánk mozgalom Ásodhalmon a zászlóbontóval. Mi történt ez alatt a 2 év alatt? Eljutottatok-e már oda, vagy eljutott-e már oda a Mi Hazánk mozgalom, amit akkor célul tűztél ki? Ugye akkor a kis cél az az volt, hogyha kevesen lesznek, akkor szalonnasütésbe torkollik és vigasságba az este, hogyha sokan lesznek, akkor megalakul a mozgalom. Hát azt már tudjuk, hogy megalakult. Szóval mi történt az elmúlt 2 évben? Nagyon nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit. Hát sajnos nem szalonnasütés lett belőle, mert az én életem szempontjából az jobb lett volna, de olyan sokan és olyan nagy lelkesedéssel jöttünk ott össze, hogy úgy döntött az a legalább 1000 ember, aki ott volt Ásodhalmon az ászlóbontáskor, hogy muszáj valakinek fölvenni a földre dobott, és hát azóta most már meggyalázott nemzeti zászlót. És elindultunk egy olyan úton, amire ugye én akkor úgy fogalmaztam, hogy ilyen Dugovics-Tituszi út, mert nem tudjuk, hogy hova fog vezetni. Lehet, hogy a mélybe, lehet, hogy a sikerre, a győzelemre, és hát az azóta eltelt 2 év az mindenféleképpen egy csoda. Egy óriási csoda, ami miatt szeretnék köszönetet mondani mindenkinek. Itt is vannak nagyon-nagyon sokan azok közül, akiknek köszönhető ez az elmúlt 2 év. Ugyanis nem állt mögöttünk semmilyen oligarha, nem állt mögöttünk médiabirodalom, nem állt mögöttünk az állami támogatást, azt ugye a Jobbik ellopta és átvitte az ellenséghez, hanem saját erőből kellett újra elkezdeni, úgyhogy itt azért mindenki nagyon nagy kockázatot vállalt, és volt, aki adósságba verte magát, volt, aki ugye otthagyta a jól fizető állását annak idején a Jobbikban, és pénz nélkül, minden nélkül elkezdte ezt a mozgalmat építeni. Hozzá kell tennem, hogy így legalább tiszta. Ez a mozgalom így legalább tiszta, van egy új neve, egy olyan új neve, amit nem mocskoltak be árulással, és hát legalábbis ameddig én elnöke vagyok ennek a mozgalomnak, nem is fogják be mocskolni árulással ezt a nevet, a Mi Hazánk mozgalom nevét, hiszen mi maradunk tovább azon az úton, ahol voltunk. Nem mi hibáztunk. Ugye Vona Gábornak volt állandóan egy olyan mondása, hogy ugye változnunk kell, mert hát a világ változik, és nekünk is változni kell vele. Hát aki így gondolkodik, lehet így gondolkodni, csak az ne akarjon pártot vezetni a mai világban, amikor konkrétan most már nem csak a magyarság, nem csak a nemzetünk megmaradása a tét, hanem most már az is kérdés, hogy lehet nekem majd még egyáltalán családok, születhet nekem még normális férfi-női kapcsolatból majd gyermekek, és hogy megmarad-e az egész civilizációnk. Hát most már az a kérdés, ugye az északi civilizáció, ahogy azt a Mi Hazánk mozgalom egyedülüként megfogalmazta, ami ugye a japán kultúrkörtől a kelta kultúrkörig terjedő északi civilizáció, ugyanis ezt el akarják pusztítani. Hát jelenleg egy háború zajlik ez ellen, a civilizáció ellen. Ennek része egyébként ez a globális felmelegedés is, ami ugye átvitt értelemben ezt a hetet ugye meghatározta maga ugye sátáni jelképeivel. A szivárvány egy gyönyörű szép jelkép, egy keresztény jelkép is, ugye eredendően, de jelenleg inkább egy sátáni jelkép, erről szól most minden, tehát minden fronton támadás alatt áll a civilizációnk. És ebből a szempontból nekünk nem volt más választási lehetőségünk, tehát el kellett egy bizonytalan úton, de ugyanazon az úton, ahol évtizedek óta haladunk, jó magam ugye 25 éve haladunk, ugyanazon az úton tovább menni, mert nem nekünk kell változni, hanem a világot kell megváltoztatnunk. Tehát a világ jelenleg rossz irányba halad. Nekünk ezzel szembe kell menni, és igen, ez rengeteg konfliktussal jár. Hát ez nyilvánvalóan azt jelenti, hogy fel kell készülnünk mindenre. Az elmúlt 2 évben azért ez már elkezdődött, és nyilván azért mégiscsak a fő céltábla általában a pártelnök, tehát nyilván karaktergyilkosság, nyilván lejárató kampányok, minden egyéb, de nekünk és nekem személy szerint is teljesen tiszta a lelkiismeretem, tehát engem nem fognak tudni lefényképezni 7 milliárdos jakton sem, tehát nem kell attól tartani, hogy valami ilyen árnyék vetül a Mi Hazánk mozgalomra, de fel kell készülnünk a legaljasabb, legundorítóbb, legmocskosabb támadásokra. Az igazi kérdés az csak az, hogy mi képesek leszünk-e végigmenni ezen az úton, hogy össze tudunk-e tartani, hogy nem tudják ezt a közösséget szétverni. Nem az a lényeg, hogy jelenleg egyébként milyen pártzászló alatt menetelünk, ugye annak idején én a MIÉP-ben kezdtem ugye 10 évesen a politikai pályafutásomat, akkor a MIÉP képviselte az úgynevezett nemzeti radikalizmust, aztán egy ideig ugye a Jobbik képviselte, és hát ebből lett nekünk elegünk, tehát én most már senkinek többet az életemben nem fogom tolni a szekerét, én azt gondolom, hogy talán garancia az elmúlt 25 évem, azon az úton megyünk tovább. Az igazság az, hogy elárultak minket többször, tehát azon csodálkozom, hogy még ez a közösség itt maradt, de óriási a felelősségünk, és végig kell mennünk azon az úton, ami még előttünk áll, még akkor is, hogy ez egy nagyon-nagyon rögös út lesz. Ha a 2 év eredményeit kell nézni, akkor, ahogy fogalmaztam, a legnagyobb eredmény, hogy létrejöttünk, megszületünk, és nem tudtak minket elnyomni, szétverni, legyőzni. Ez a legnagyobb eredmény. Az a legnagyobb eredmény, hogy fölkerült a Mi Hazánk mozgalom neve és a logója a többi párt mellé, amikor ugye mérik a különböző pártokhoz köthető közvéleménykutató cégek a pártok támogatottságát. Az, hogy hány százalékon mérnek minket, az viszont már nem érdekel. Az a lényeg, hogy ott vagyunk, tehát számolnak velünk, megjelentünk. Még az életben én olyan pártnak a munkáját nem segítettem, amelynek a valós támogatottságát ezek a közvéleménykutató cégek eltalálták. Soha. Hát emlékszem, hogy a Mi Épet 1%-on mérték, amikor 5,5%-on jutott be a parlamentbe. Emlékszem, hogy a Jobbikot néhány százalékon, amikor 17%-on jutott be a parlamentbe. Ez különösebben nem érdekel, de az, hogy egyébként a DK-hoz köthető IDEO intézet most júliusban 3%-on hozott ki minket, nem mondom, hogy miért, mert szerintem emögött nincs valós mérés, az már nagyon nagy dolog. Tehát ez azt jelenti, hogy 6%-on biztos, hogy állunk, az kb. A duplája. Ha az önkormányzati választási eredményeket nézzük, akkor nagyjából 5,1%-on álltunk. Az európai parlamenti választásnál néhány hónappal az alakulásunk után pedig ugye mindenki tudja, hogy 3,3%, 114 000 szavazó, azzal szerzett az LMP mandátumot 4 évvel korábban, vagy 5 évvel korábban, bocsánat, nincsennek igazából jelentősége. Tehát én nem így működöm. Mint ahogy ugyan pénzünk nincs rá, de ha lenne, akkor sem alkalmaznánk közvéleménykutató cégeket. Az összes többi párt rajtunk kívül, a Jobbiktól a Fideszig egyébként bezáróan, mindegyik úgy működik, hogy megmérik a saját közvéleménykutató cégeik, ugye belső méréseken, hogy hogyan gondolkodik a magyar lakosság, vagy inkább, bocsánat, Magyarország lakossága, tehát őket az sem kifejezetten érdekli mindig, hogy magyar-e. Az a lényeg, hogy akik Magyarországon laknak, és szavazati joguk van, azok milyen kérdésről hogyan gondolkodnak, és úgy alakítják a politikájukat. Tehát mi vagyunk az egyetlenek, akik pont fordítva működünk, és soha nem lesznek ilyen közvéleménykutató cégek körülöttünk, mert ennek semmi értelmét nem látom. Tehát nekünk vannak elveink, látjuk, hogy mi az igazság, ezt az igazságot évtizedek óta képviseljük, ezen az úton kell menni, és hogyha ez örök ellenzékiséget, vagy nem tudom, parlamenten kívüli, vagy civil életet jelent, mert lehet, hogy egy civil élet lesz, akkor is úgy fogjuk képviselni. Ha a kormányon, akkor kormányon is ugyanazt fogjuk képviselni. Az elején elfelejtettem mondani, hogy a beszélgetés utolsó negyed órájában majd önök is kérdezhetnek Toroczkai Lászlótól. Van-e program? Tehát úgy látom, eltökéltség van, de ugye már mint az elmúlt években láttuk, sokszor program nélkül is lehet akár választást is nyerni. Tehát nem feltétlenül szükséges, de a Mi Hazánknak van-e programja? Tehát mit kínál a választóknak? Miért szavazzon bárki is azon kívül, hogy mondjuk levették a szivárványos zászlót, mert gondolom, hogy azért sokan ezért is a Mi Hazánkra fognak szavazni, de van-e valami kézzelfogható programja a pártnak? Fogalmazunk konkrétabban, a többi pártnak egyáltalán nincs programja, ha pedig van, akkor az valamiféle olyan iromány, amit 3 hónap múlva kidobnak a kukába. Megváltoztatják a véleményüket a világ legfontosabb kérdéseiről. És ezzel szemben ugye a Fidesznek meg nagyon régóta nincs programja. Tehát ők meg ugye erről ismertek. De mi tényleg dolgozunk egy programon, sőt, most már neve is van, még csak nem is mi adtuk a nevét, hanem adtunk opciókat, lehetőségeket, és a YouTube követőim, mert ugye most már Facebookon nem lehet engem követni, de a YouTube követők, akik oda feliratkoztak, azok szavaztak, több ezer ember egyébként szavazott, és úgy döntöttek, hogy Virradat program legyen a program neve, tehát ennyire van programunk, és abban is rendkívüli a mi esetünk vagy helyzetünk, hogy ezt a programot mi magunk írjuk. Hát konkrétan én vagyok az, aki egyébként összegyúrom, de nem nagyon tudom, párt elnökökről nem nagyon tudok. A Jobbiknál biztos, hogy nem volt én, hogy a párt elnök foglalkozott a programírással. Nyilván nekem rengeteg szabadidőm van a polgármesterség, meg egyéb dolog mellett a társadalmon, még ezzel is foglalkozom, de azt gondolom, hogy ne akarjon valaki egy közösséget úgy vezetni, hogy más írja meg a programot. Viszont nem én vagyok az, aki kitaláltam, hogy mi legyen ebben a programban, hanem folyamatosan megkérdezem az embereket arról, hogy ők mit gondolnak, mi a véleményük, hogyan lehetne Magyarországot talpra állítani, és ebből kezd összeállni ez a Virradat program. Ez egy mindenki szeme előtt zajló folyamat. Készítettem róla, arról, hogy állunk eddig, egy félórás videót, ugye az egyetlen egy lehetőségem, ahol kommunikálni tudok még cenzúra nélkül az emberekkel, az egyszerűen egyenlőre még a YouTube csatornám, és ugye videókon keresztül kezdtem kommunikálni az emberekkel, és 170 000-en nézték meg eddig, és elég jók a visszajelzések, ha valaki ott a lájkok, diszlájkok arányát megnézi. És ennek nagyon egyszerű oka van, hogy miért tetszik ennyire az embereknek a mi programunk, mert hogy ezt ők írják. Még egyszer hangsúlyozom, ezt ők írják. Rengeteg csatorna van, például ugye létrehoztam egy oldalt, a toroszkai.infót erre, hogy azon keresztül is küldjék a javaslatikat. Nagyon régóta mondom, és megint csak bebizonyosodik, hogy a magyar emberek pontosan tudják, hogy mi kellene Magyarországnak, mire van Magyarországnak szüksége, hogyan lehetne a magyarságot talpra állítani, megmenteni, sőt, nem hogy azt elérni, hogy ne vándoroljanak el innen a magyarok, hanem még haza is költözzenek. Ezt minden magyar tudja. Jó, nem minden, de tudom én, a többség a magyaroknak tudja, hogy mit kellene ehhez tenni. Csak az a helyzet, hogy egyrészt nem szokták őket megkérdezni. A nemzeti konzultáció az nem erről szól, azt pontosan tudjuk, hogy miről szól. Nem kérdezték meg őket, hogy tényleg mit is akarnak. Miért nem kérdezik meg? Azért nem kérdezik meg őket a többi párt részéről, mert vannak érdekek, vannak érdekcsoportok, amivel ugye nem lehet ütközni. Mondok egy egyszerű példát. Ugye a balliberálisok azért nem kérdezik meg, mert ugye ők nem a magyarság boldogulását akarják, tehát őket szerintem egy mondattal le is lehet rendezni. Nekik egészen ellentétes céljaik és érdekeik vannak a magyarság érdekeivel, tehát ők nyilván nem fogják megkérdezni a magyar népet. A Fidesz pedig azért nem kérdezi meg, csak maradjunk ugye egyik kedvenc témámnál, a mezőgazdaságnál, hiszen ez az elmúlt akárhány évben csak agrár országként működött Magyarország. Ők azért nem kérdezik meg, mert jelenleg ők is ellenérdekeltek. Tehát látjuk, hogy egy nagy birtokosi rendszert alakítanak ki, nyilván kormányhű nagyvállalkozókkal, erről szól az ő mezőgazdaságuk, én pedig nem látom ennek igazán a jövőjét. Azért nem látom ennek a jövőjét, mert én pont egy vidéki település polgármestereként, egy tanyán élő emberként pontosan tudom, hogy mi a helyzet. Az a helyzet, hogy ezek a nagyüzemi gazdaságok, ezek kétféle módon oldják meg a munkaerő hiányukat. Az egyik, ugye gépesítenek, Csányi Sándor gépesít, és akkor kirúgnak mindenkit az addigi felvásárolt üzemből, élelmiszeripari üzemből, például az egy-kettő, ami megmarad. A másik megoldás pedig, hogy buszokkal hozzák Romániából, sőt most már hozzánk például Ukrajnából, Kárpátaljáról, vagy mondjuk Erdélyből a cigányokat. Buszokkal. És ugye az Opre-Roma párt az egyenlőre csak az északkeleti 4 megyénket akarja leszakítani, és ugye cigány tartományt akar létrehozni, de lassan egész Magyarországot azzá tehetik, hogyha ezt nem állítjuk meg, mert nehogy valaki azt gondolja, hogy az Alföldön nincs egy ilyen borzasztó gyors lakosság csere. Tehát ez zajlik. Tehát buszokkal hozzák vidéken, a kertészetekbe, Romániából, más országokból a munkaerőt, jellemzően egyébként cigányokat hoznak. És hogyha ezt nem állítjuk meg, akkor úgy járunk, hogy ugye Vas Albert mondta Erdéllyel kapcsolatban, hogy ugye olcsó munkaerő volt, egyszerű, alázatos, jó munkaerőnek számított a román, vagy az olá, hogy annak idején nevezték, aztán egyszer csak elveszítettük egész Kelet-Magyarországot Erdéllyel, Párciummal, mindennel együtt. Ugyanez lesz a megmaradt csonka Magyarországgal, hogyha nem teszünk valamit. Ezzel szemben, amit ugye a magyar emberek akarnak, és erről szól például a Virradat program, hogy ugye csak egy fejezetet ebből kiemeljek, hogy mi inkább a hagyományos családi gazdaságok irányába mozdulnánk el, mert egyébként annak is van jövője, csak meg kell találni a piacát. Ugye erre mondtuk azt, hogy például a réspiaci termékeket kell előállítani, ami igényes kézimunkát igényel, és a többi, mert ugye igényes munkát azért a buszokkal szállított, nem tudom, romániai cigánytelepekről jött munkaerő azért nem fog produkálni, meg a gépek se fognak produkálni. Tehát van erre megoldás módszer, csak ellenérdekelt, minden politikai párt ellenérdekelt. Mondom, a Fidesz a nagybirtokrendszerben gondolkodik, ő nem fog családi gazdaságokat mondjuk támogatni. Mi ezért kezdtünk most például ingyen földosztásba, ugye Ásodhalmon, illetve Cserháthalápon. Egyelőre ezen a két településen van Mi Hazánkos kormányzás, és mi elkezdtük, és hozzá kell tennem, hogy Dós Dáviddal éppen tegnap beszéltem, Cserháthalápon már nagy baj van, mert egyelőre egy közművesített építési telek van készen, ugye hozzá kell tenni, hogy még nem mi kormányozzuk az országot, tehát nincs pénzünk, tehát minimális forrásokból próbáljuk ezt megoldani, és hatan jelentkeztek a erőkészült videónk megjelenések a napján arra, hogy jó, ők ott hagyják a budapesti életet, egy család az Angliából költözne oda, de Ásodhalmon ugyanez a helyzetünk, hogy nekünk 3 közművesített telek van, és 15-en jelentkeztek egy nap alatt, és ebből egyébként többen külföldről jönnének haza. Magyarok, fiatalok, családosak, gyerekkel. Tehát itt van a példa, ezért csináljuk, megmutatjuk, ugyanis az ígéreteket már senki ne higgye el. Ugye mindig el szoktam mondani minden előadáson, hogyha nekem elhiszik, amit én ígérek, akkor önökkel van a baj. Túl naívak. Tehát amennyiszer átvertek már minket politikusok és pártelnökök, főleg a nemzeti oldalt, az elmúlt 20-30 évünk az erről szól, ne higgyék el azt sem, amit a Mi Hazánk mond. Mi bebizonyítjuk, hogy ahol vagyunk, egyenlőre a 4000 ásodhalminak köszönhetem, hogy ott kicsiben a Mi Hazánk kormányoz, ott meg tudom mutatni, hogy a levegőbe beszélek, vagy komolyan gondolok, amit mondok. Több fronton is harcol a Mi Hazánk egyszerre, csak egy párat írtam föl. Ugye tüntetés a cigánybűnözése ellen, végrehajtó maffiát kergeti, harcol a Facebookkal, azért az elég nagy falat, talán még a végrehajtóknál is nehezebb. Küzdenek a postások béremeléséért, pedofilokat keresnek fel otthon, kutyákat mentenek, most legutóbb pedig ugye a szivárványos zászlók ellen indítottak hadjáratot. Nem túl sok ez a front egyszerre egy ilyen kicsi pártnak, tehát azért ez a legfiatalabb párt talán az egész rendszerben. De abszolút túl sok. Tehát ez teljesen jogos a kérdés. Igen, mi vagyunk a legfiatalabb párt, mi vagyunk a legújabb párt, hogyha így tetszik, mi gazdálkodunk a legkevesebb pénzből, mögöttünk nem áll a félvilág, nem támogatnak minket se külföldről, se máshonnan. Nyilvánvalóan sok. Csak az a helyzet, hogy ennyi fronton kell harcolni, mert ennyi olyan terület van, ahol rajtunk kívül nem csinál senki semmit. Tehát hadd emlékeztessek mindenkit arra, és egyébként ez egy óriási felelősség, hogy mégiscsak folytatnunk kell ezt a megkezdett munkát, a Mi Hazánk mozgalmat nem szabad abba hagyni. Sőt, nem, hogy nem szabad abba hagyni, hanem nagyon-nagyon-nagyon sok aktivistára van még szükség. Nagyon sok tagra van még szükség. Tehát most vagyunk, tudom én, 1200-an, nem tudom pontosan hány tagunk van, ez nagyon kevés. Tehát ennyi feladatra ez nagyon kevés. Főleg úgy nagyon kevés, hogy ez az 1200 ember, beleértve engem is, lelkesedésből csinálja ezt. Tehát nem ez a főállásunk, nem ezért kapjuk a fizetésünket, és emellett egyébként van még 8 órás munkánk nekem polgármesterként, például főállású polgármesterként. Tehát nyilvánvalóan sok. Persze, hogy sok egy ilyen pici közösségnek. Így, ilyen feltételek között. Mindig azt szoktam mondani, már a Facebookot említetted, hogy olyan ez, mintha egy futóversenyen el kéne ugye indulni, és mielőtt elindulunk, a versenyző, aki a Mi Hazánk pólóját viseli, ahhoz odalép mondjuk a rajtbíró, összekötözi a kezét, lábát, és még egy hátizsákot telekövekkel a hátára tesz, és azt mondja, hogy akkor most indulj el. Tehát kb. Ilyen fair körülmények között kell megküzdenünk a többi párttal, többi politikai ellenféllel, ellenséggel. Ennek ellenére tennünk kell, és pontosan ez mutatja, amiket most felsoroltál, pontosan ez mutatja, hogy kötelességünk van. Tehát mindegy, hogy szeretjük egymást, nem szeretjük. Mindegy, hogy nem tudom, egyszer csúnyán néztünk egymásra 10 évvel ezelőtt, vagy volt valamiben nem értettünk egyet, vagy volt, aki tagja volt a Jobbiknak, volt, akit nem tudtak átverni, és nem volt tagja a Jobbiknak, és hadd ne soroljam, de ez nem oszthat meg minket. Tehát az, aki ilyen szempontok, bármilyen, mert ezek önző szempontok, vagy én központú szempontok alapján megpróbálja ezt a közösséget megosztani, vagy csökkenteni a létszámunkat, az a nemzet ellen dolgozik. Lehet, hogy ezek nagy szavak, de ez az igazság. Tehát hadd soroljam föl csak ebben az évben, hogy hány olyan ügy volt, ami mellett, hogyha mi nem állunk ki, akkor ma nincs Magyarországon politikai párt a parlament környékén, aki kiállt volna, vagy felvállalta volna ezeket az ügyeket. Ugye ki gondolta volna 100 esztendővel ezelőtt, hogy a nemzeti hadsereg budapesti bevonulására 100 évvel később a hálás magyarság olyan állapotba kerül, hogy nem lesz parlament közeli pártja, aki megemlékezik. Ugyanis mi voltunk az egyetlen politikai párt, erő, közösség a saját szövetségeseinkkel, civil szervezetekkel, vagy akár a Miép, a Kisgazdapárt, említetek sok-sok-sok szövetségest a Mi Hazánk mozgalom körül. Tehát mi voltunk az egyetlenek, akik megemlékeztünk, akik szerveztünk egy fölvonulást. Nyilván a magyarság ellenségeinek, a kommunisták, a szélsőliberálisok, mindenkinek a legnagyobb riadalmára és fölháborodására mi vonultunk végig fehér lóval Budapesten. Ha mi nem vagyunk, akkor nincs politikai erő ma Magyarországon. De egyébként büszkén lengedezhetnének most mindenhol ezek a sátáni jelképek, az úgynevezett szivárványos zászló, de még egyszer mondom, a szivárvány nem engedjük, mint hogy a meleg szavunkat sem engedjük. Tehát éppen már a nyelvünket is el akarják lopni. Hát nincs olyan, hogy meleg. Hát ugye budapesti elnökünk nagyon jól mondta a rendőrnek, hogy gyermekkorában hogyan nevezték őket. Tehát a köznép úgy mondta, hogy buzi, hát bocsánat, de így mondta, és hogyha mondjuk politikusként pedig azt mondjuk, hogy homoszexuális, na, tessék. De mi az, hogy meleg? Tehát 2011-ben, amikor bíróság elé állítottak egy írásom miatt, és 2 év próbára bocsájtottak, ugye most Novák Elődöt 2 év börtönnel fenyegetik, mert leszette a fővárosi önkormányzat, a polgármester, budapesti polgármesteri hivatal épületéről. Igen, jár neki a taps. Köszönjük Előd. Leszette ezt a sátáni jelképet, ugyanígy, ugye éppen Újbudán vagyunk, az itteni önkormányzat épületéről, hát Mi Hazánkos önkormányzati képviselő, tehát ő volt az egyszem önkormányzati képviselő, aki ezt megtette. Ugye Ásodhalmon nem volt erre szükség, mert a mi környékünkön sehol nem kerülnek ki ilyen zászlók, de Budapesten itt most ellenállás, tehát itt most nemzeti ellenállásra van szükség. Tehát ahogy ezt, ugye pontosan ezen a nemzeti hadseregre, illetve Horthy Miklós kormányzóvá választására emlékező rendezvényeken én megígértem, nem tudom, hogy van-e, aki még emlékszik arra, hogy mit mondtam, ugye ez nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát a magyar politika arról szólt az elmúlt évtizedekben, hogy a politikusok, pártelnökök mondtak valamit, aztán egy év múlva más mondtak. És elfelejtették, amit megígértek, ugye? Tehát annak idején Orbán Viktorék ugye kivonultak Trianon hallatára a parlamentből, hál' Istennek ezt már elfelejtették, most már ugye nekik is fáj Trianon. Vona Gábort nem említem, mert az szörnyű lenne, nem akarom elrontani ezt a szép, verőfényes mai napot az ő idézeteivel, tehát az példátlan. Tehát ahhoz képest, amit a Jobbik csinált, talán Csintalan Sándor, aki még ilyet csinált. Tehát, hogy kommunistából fideszes lett, fideszesből Simicska, liberális, tehát Tasnádi Péter barátja, tehát ez már minden volt az ember. Tehát nagyon fontos, hogy figyeljék, hogy mit teszünk, mit mondunk, kérjék számon rajtunk, tehát ezek nagyon fontos, rendkívül fontos dolog. De különben tényleg hagyjuk abba a politikát, mert tényleg nincs értelme. De színjáték, az összes párt színjátékot játszik. Tehát ugye én ezen a megemlékezésen, ha emlékeznek még rá, akkor azt ígértem, hogy ugye amikor bevonultak a későbbi kormányzó, ugye Horthy Miklós, Vitéz Nagybányai Horthy Miklós nemzeti hadsereg élén Budapestre, akkor azt mondta, hogy ez a város vörös rongyokba öltözött. Ami ugye tény, 1919-ben ugye láttuk a fényképfelvételek ezeket a vörös rongyokat, és én azt mondtam, hogy ha még egyszer vörös rongyok lesznek, vagy egyéb sátáni jelképek, lásd, ez a sátáni jelkép, amit ilyen szivárványos zászlónak mondanak, akkor mi azokat is le fogjuk tépni. És csak szeretném jelezni, hogy a Mi Hazánk mozgalom ezt az ígéretét is betartotta. Hát most nagyon meglepte a magyarság ellenségeit, sőt a családok, a normalitás pártiak ellenségeit, ami történt, de mi előre szóltunk. Előre szóltunk, hogy mit fogunk tenni, és előre szólok, hogy folytatni fogjuk az ellenállást. Ebben az évben és jövőre is. És nem csak ott voltunk Szegeden, ahol egy olyan érzékenyítő rendezvényt szerveztek, ami kifejezetten arról szól, hogy a gyerekeket az iskolában hogyan találják meg ezzel az aljas, undorító, gusztustalan, deviáns propagandával. És ott is ott voltak a mieink. Tehát mindenhol. És nem csak a Mi Hazánkosok, hanem nyilván azok a testvérszervezeteink, akik évtizedek óta velünk haladnak egy úton, akár a 64 vármegyések, vagy akár Budaházy Gyuriék. Tehát mi azért összetartunk nagyon régóta, és ahol megjelenik bárhol a magyarság ellensége, bármilyen formában, legyen az éppen vörös zászló, vagy legyen ilyen zászló, akkor mi ott leszünk, és ellenállni fogunk. Nem félsz attól, hogy túl erős ez a lobby? Tehát a Fidesz sem mer, ugye ez az a terület, ahol látványosan nem történt semmi 10 év Fidesz kormányzás alatt sem. Tehát ugyanúgy van Pride. Most a koronavírus többet tett egyébként, ha kicsit ironikus akarok lenni a Pride ellen, mint a Fidesz 10 év alatt, mert most idén ugye azért maradt csak el a felvonulásuk, mert a járványveszély miatt nem tartják meg, de a Fidesztől megtarthatnák. Tehát még egyszer kérdezem, hogy nem félsz attól, hogy túl erős ez a lobby, hogyha nem biztos, hogy jó az oroszlán bajszát húzogatni? Tehát azért ez nem magyarországi jelenség, amiről itt beszélünk. Ez világjelenség, és nagyon erősek. Hát az egész életem erről szól, Szabi. Tehát ott voltál hírtévé tudósítójaként mögöttem, amikor ostromoltuk a tévészékházat. Tehát az egész életem erről szól. Tehát, hogy széllel szembe menni kell. Hát nincs mese. Nincs mese. Tehát a másik, mi a másik opció? A megalkuvás, nem? Hát persze, benne van a pakliban, természetesen benne van a pakliban nyilván, hogy eltaposnak, de hát erre szoktam mondani, és ezt már nagyon régen mondtam, ugye, hogy álljanak be a sorba. 2016-ban, amikor ugye 2015-16-ban oda jutottunk, hogy ásodhalom vált a migráció ugye az invázió központjává, és napi szinten 9-10 ezer kontinens foglaló haladt át a településünkön, és akkor ugye erre utalva egy ilyen politikai üzenetként, hogy nem jó helyen jönnek. Ugye betiltottam a burkát, a mecsetépítést, gyakorlatilag tulajdonképpen az iszlámot, de én semmi más nem tettem, mint a török hódoltság idején, amit például Kecskemét városa. Kecskemét városa betiltotta a törökös viseletet. Török hódoltság idején. Ráadásul Kecskemét városa tovább ment, azért ugye mégiscsak 21. században vagyunk, ezért nem egészítettem ki azzal a passzussal, amivel Kecskemét szabad királyi város kiegészített. Ők ugye hozzátették, hogy akin turbánt látnak, magyar embert, annak óriási ilyen nagy szöggel oda kell szögezni a turbánt a fejére. Ez volt Kecskemét szabad királyi város helyi törvényhozásának a rendeletében a török hódoltság alatt Kecskemét meg is maradt, megőrizte a függetlenségét, és hadd hívjam fel arra a figyelmet, hogy a török hódoltság bármelyik irányba indult el, a magyarok az egyetlen nép volt, ami úgy állította meg a törököt, hogy senki nem tért át az iszlámra. A magyarok nem lettek muszlimok. A szerbek fele muszlim lett, ugye Boszniában tudjuk, hogy a bosnyákok, akik ugye délszlávok voltak, muszlimok lettek, Szandzsákban a szerbül beszélők muszlimok lettek, az albánok 70%-a muszlim lett, a magyarok között meg egyetlen egy olyan magyar csoport nincs, és nem volt, ami muszlim hitre tért volna. A magyarok ellenálltak, meghaltak, elmenekültek, harcoltak az utolsó leheletükig. Tehát méltatlan lennék én, azt hiszem, polgármesterként ott a déli határon, mint végvári település polgármestere, hogy egy ilyen invázió alatt én nem hozok egy ilyen rendeletet. És ugye mi történt utána? Természetesen mindenféle fenyegetések értek, az iszlám államtól is kaptam, az ugye el is jutott az alkotmányvédelmi hivatalig, mert azért ilyet azt azért mégiscsak illik azért továbbítani a rendőrkapitánynak. És akkor egy napig ott állt egy rendőrautó a hivatalunk előtt, hát baromira megvédtek, aztán elmentek. Én szóltam, hogy menjenek el, mert két rendőr ott aludt, mondtam, az iszlám állam meg akar ölni, akkor úgyis megöl. És Szíriából, szíriai IP címről jött egyébként a fenyegetés, miután az Al Jazeera beszámolt róla. Hát nyilvánvalóan az egész életem erről szólt. Hát most ehhez képest hol van az, hogy nem tudom, cigánybűnözők fenyegetnek most, hogy megölnek, meg Tasnádi Péter, ugye? Mondhatod, hogy a nagy oroszlánok, ezek mondjuk ő már inkább fogatlan oroszlán lassan, azért mégiscsak ugye a nagy keresztapa volt itt, ugye, de keresztapa nem, mert ugye azt hiszem a zsidóknál nincs keresztapa, de mindegy. Szóval, hogy ilyenek fenyegetnek, ilyen maffia főnökök, kit érdekel? Hát a Facebook, ami jól mondta, tehát az összes felsorolt program közül talán a legnagyobb hatalom. Tehát az amerikai elnök nem mer szembe menni vele, Donald Trump nem mer vele szembe menni, a magyar kormány sem, nem tudom, hogy akar vagy nem akar, 2 éve könyörgünk, ugye parlamentben duródóra számos kezdeményezés már elindított, nagy nehezen most felállította az igazságügyi minisztérium azt a csoport, ami végre monitorozza a Facebook borzasztó nemzetellenes és egyébként keresztényellenes, sőt fehér ember ellenes borzasztó hadjáratát, de igazából senki nem tesz semmit a Facebook ellen. Hát mi elkezdtünk valamit tenni, nyilván az lett a válasz, hogy töröltek, letiltottak, mindenki szerintem tudja, hogy nem lehet egy közös fényképet sem megosztani velem, az ember tiltást kap, de mi ezen is dolgozunk. Tehát erre is van tervem, minden tervet még előre azért nem mondok el, de erre is van tervem. Természetesen jogos. Tehát jogos a kérdés, ezek ugye lehetetlen akciók, úgy tűnik, hogy lehetetlen feladatra vállalkoztunk, de nekem ebben van rutinom. Tehát csak ehhez értek, nem is tudnék más csinálni. Lehetetlen feladatnak tűnik mondjuk megvédeni a 80-90 éves időseket is vidéken, ugye Sályban vonult fel a Mi Hazánk a cigánybűnözés ellen, és ott voltam én, és ott tapasztaltuk meg azt, hogy mennyire szervezett. Tehát, hogy az elmúlt, hát én nem is emlékszem mikor, de még szerintem egy 5-6 évvel ezelőtt nem volt ennyire szervezett a cigányság. Ugye egy jól felépített, kemény bűnözői réteg uralja a cigányságot, ezt tapasztalhattuk ott, és több száz vagy ezer embert is meg tudnak mozdítani egyetlen nap alatt. Hát ugye nem tudom, hogy hány évet ültek ott összesen, akik ott összeverődtek ellenünk tüntetni, de gyanítom, hogy 1000 fölött lehetett az évek száma. Hát ugye ez egy nagyon, nagyon kemény csoport lett az elmúlt években, ez is a Fidesz kormány alatt nőhetett ki, ugye, mert senki nem foglalkozott velük. És most már ugye nem csak minket fenyegetnek, pár héttel ezelőtt volt ez az enyingi érdi összecsapás, ami azzal kezdődött, hogy egy Facebook nem is értem, hogy a rendőrség hogy nem vette észre, hogy már Facebookon fenyegetik egymást, hogy meg fogják ölni, átmennek, vérengzés lesz, és meg is történt. Mit lehet ezzel kezdeni? Ez már nem az a csapat, mint 10 évvel ezelőtt. Jól szervezettek, komoly ütőerőnek tűnnek. És ugye fontos hozzátenni, hogy a Facebook mit tett ez ellen. Mert ugye, ha egy mi hazánkos kitesz valami nemzeti szimbólumot, vagy nehogy Isten kifejti az ellenvéleményét ezzel ez a borzalmas, deviáns propagandával, családellenes propagandával, vagy akár keresztény üldözéssel szemben, akkor azonnal letiltják, vagy valamilyen retorzió éri a Facebook részéről. Ha komplett bandaháborúkat, maffia leszámolásokat, halálos fenyegetéseket és egyebeket töltenek föl, meg élőznek, ugye ezek a gangsterek, azt hagyják. Az nem probléma. Az nem probléma. Mint ahogy egyébként néhány hónappal ezelőtt küldtek nekem egy olyan oldalt, ami konkrétan egy pedofil oldal volt a Facebookon, és 1 éve jelentgették, nem magyarországi volt egyébként az oldal, 1 éve jelentgették a világ minden tájáról az emberek, és a Facebook nem szedte le, 20-valahány ezer követője volt. És nyíltan pedofíliát reklámozta, és a Facebook nem szedte, most törölték talán nagy nehezen, de valamelyik kormány már odaszólt a Facebooknak. Tehát tegyük ezt hozzá, hogy a Facebook borzalmas veszély egyébként az egész világra és a magyarságra nézve is. Ma már onnan tájékozódik mindenki, ugye mindig halljuk a balliberális ellenzék részéről, hogy jaj, mert hogy a közmédia milyen borzasztó, hogy a közmédia propagandája mit tesz, ugye a fideszes közmédia. Igen, hát mi sem nagyon jutunk be egyébként, akkor jutottam én is be, amikor a Jobbik szakadt. Ugye azóta nem nagyon jutunk most már mi sem a közmédiába. Igen, fölháborító, de tegyük hozzá, hogy mondjuk az RTL Klub híradóját, azt 1 millió ember nézi esténként, az RTL Klub híradóját. Ha összeadjuk a Fidesz közeli összes tévét, a köztévé együtt, amit tényleg már gyakorlatilag Orbán Viktorék néznek csak, tehát a szűk körük, mert már nagyon kevesen néznek, az összes Fidesz közeli tévé nem adja ki mondjuk az egyedüli RTL Klub nézettségét. Tehát azért hagyjuk ezt a média, nem tudom, propagandát. Itt egyetlen egy olyan párt van Magyarországon, aki ezzel ellen felszólalhat, az mi vagyunk. Tehát ugye minket a balliberális oldal is cenzúráz és elnyom, és nyilván a közmédia vagy a Fidesz közeli média is. Ugye jellemző, amikor eljönnek nagy nehezen egy sajtótájékoztatónkra, nem érdekli őket, nem adják le azt, amiről maga a sajtótájékoztató szólt, hanem a végén feltesznek egy kérdést, hogy mi a véleményem Jakab Péter Jobbik elnök nem tudom milyen újabb hazárulásáról, és akkor azt az egy mondatot adják le mondjuk a Fidesz közeli tévében. Tehát ezt azért nem nevezném, nem tudom, média hátszélnek, amit ugye a balliberális oldal szokott ilyen rágalomként a Mi Hazánkra aggatni. Tehát az a helyzet, hogy jelenleg nem ez igazi probléma, a Facebook, mert a Facebookról tájékozódik a lakosság 80%-a egyébként. Azt viszont szinte mindenki sajnos használja. Na, de visszatérve ezekre a maffia csoportokra, hát igen, jelenségként érdemes velük foglalkozni, mert 2034-ben nem én mondtam, hanem a statisztikai hivatal és az azonnali, tehát egy liberális LMP közeli lap írta meg, még mielőtt bárki ugye engem valamilyen elfogultsággal vádolna, 2034-ben, és ez egy olyan tényben nem lehet már sajnos vitatkozni, 2034-ben több lesz a cigány csecsemő, mint a magyar csecsemő Magyarországon. Tehát ez a helyzet jelenleg. És ezt egyébként évtizedek óta tudjuk, így zajlik a szemünk előtt, egy népesség robbanás zajlik a szemünk előtt. Ezt nem lehet az iszlámra fogni, ezt nem lehet semmire sem fogni, ezt egyetlen egy dologra lehet fogni, illetve 2 dologra lehet fogni. Nyilván azokra a szülőkre, vagy hát nem is tudom, nevezhetjük a szülőnek, aki mondjuk a börtönből is éppen hazalátogatva az összehoz egy gyereket, aztán utána nem foglalkozik vele, ugye ebek 30-adjára való nem tudom, az utcán fölnő bűnözői körökben. Tehát nyilván van egy primitívség emögött, és van egy olyan rossz, elhibázott politika, amit a balliberális kormányok ugye főleg 1990 után műveltek, amikor itt gyakorlatilag egy ilyen állami népszaporítás volt a köreikben, tehát amikor azért fizettek, tehát ez egy megélhetési szaporulat volt a 90-es években. És jelenleg, ugye, amit a Fidesz kormányzat csinál, egy fokkal egyébként jobb, mert nem így direktbe adja nekik, hogyha 10 gyereket szülnek, akkor nem tudom, még több pénzt adnak, hanem van egy olyan elfordulás, hogy mindig kitalálnak valamit, ami miatt ez nem érdekes. Ugye Orbán Viktornak volt az elhíresült mondata, hogy rejtett erőforrás. Rejtett erőforrás a cigányság. Persze bizonyos szempontból lehet ilyet mondani, jelenleg a cigányságnak egyébként nagyobb hányada dolgozik, mint mondjuk 15 évvel ezelőtt. Kényszerűségből a vállalkozások ugye alkalmaznak, főleg ugye jellemzően segédmunkára cigányokat, és nyilván ez jó. Tehát ez így a jó dolog, mert az a legjobb, hogyha cigányok próbálnak azért nyilván integrálódni a magyar társadalomba, de nem úgy, hogy az egyetemre különböző ilyen előjogokkal, meg pluszpontszámokkal betolt, most már egyetemet végzett cigány értelmiségük kitalálja, hogy tulajdonképpen ők itt cigányországot akarnak. Tehát itt egy mód van az integrációra, hogyha ők a magyar nemzet szerves részeként akarják magukat meghatározni, és dolgozni akarnak, és normálisan nem 10 gyereket, nem tudom, az alvilágnak nemzeni, akarnak élni. Erre van lehetőség, másra nincsen lehetőség. De ez a probléma sajnos jelenleg azért nagyon nagy probléma, mert éppen Törökszentmiklóson derült ki az, hogy ugye azért az igazi rasszisták azért ott vannak most már közöttük, ugye ezzel a mindenféle ilyen pejoratív értelemben használják a parasztozást, ami számomra egyébként kifejezetten hízelgő, amikor azt mondják, hogy paraszt a magyar, de látni kell, hogy mögött egy rasszizmus van. Egy magyar ellenes rasszizmus van, és jelenleg ott tartunk, hogy azt az egy-két normális cigány vezetőt, akit például a törökszentmiklósi cigányok vezetője, aki Jász-Nagykun-Szolnok megyében egyébként alelnöke is volt a cigány önkormányzatnak, ezeket kiszorították. Tehát a mostani önkormányzati választásokon szinte nem kapott szavazatot. A saját rokonaink kívül nem kapott szavazatot. Tudom, mert a Rácz Béláról van szó, rendszeresen mai napig tartom vele a kapcsolatot. Úgy derült ki, hogy vannak még ilyen normális cigányvezetők, de biztos mindenki emlékszik rá, hogy oda mentünk Törökszentmiklósra, ahol szintén meg akartak minket ölni. Tehát ott volt 1000 bűnöző cigány maffiózó, tehát ezt a szót még nem használtad, maffia csoportok vették át az irányítást fölöttük. És ez a helyi cigányvezető volt az, aki oda mert állni, és tényleg azt kell mondanom, hogy egy karakán nagyon bátor ember, aki odaállt az oda Budapestről és máshonnan Szávavincéjék és egyéb ilyen kiváló cigányemberek által odavitt maffiózók elé odaállt, hogy itt ők nem fognak vérfürdőt rendezni a magyarok körében. És ezt az embert félreállították, ezt a cigányvezetőt. És azért óriási veszély az, ami jelenleg történik, mert ezek a magyar gyűlölő, olyan bűnözői maffia körök veszik most át a cigányság vezetését, miközben van egy demográfiai népesedési katasztrófa, amifelé haladunk, akik biztosak lehettek abban, hogy mondanám, hogy polgárháború, de ilyen maffiózókkal nem lehet az ember polgárháborút, polgárokkal vív az ember polgárháborút, de ők vérfürdőt akarnak. Tehát konkrétan káoszba fogják. Azt nem gondolom egyébként, hogy cigányország lesz valaha, mert a saját országuk is dugába dőlne, mert nem tudnák irányítani, nem egy államalkotó társaság. De a vérfürdőt azt el tudják intézni. Tehát most kell megállítani őket. És mi egyébként hozzá kell tennem, ezt békésen tettük. Tehát ők voltak azok, akik mindig oda jöttek, hogy akkor itt most vérfürdő legyen. Meglátogattad Kaleta Gábort, ugye ő a Magyarország perui nagykövete volt, és 19.600 pedofilképet találtak a telefonján, és hogyha jól tudom, ezután a látogatás után följelentett téged. Ez mi volt pontosan? Igen, hát nyilván baromira gerinces ember lehet egy pedofil, még a perui nagykövet is, az csak súlyosbító tényező, de ugye eleve az az érdekes, hogy a hivatalosan felehető lakcímére mentem oda Székesfehérvárra. Én azt gondolom, hogy a legkevésbé nem érdekelnek a pedofilok személyiségi jogai. Egyetlen egy körnek a jogai érdekelnek ebben a kérdésben, azok a gyermekeink. A gyermekeinket viszont minden eszközzel meg kell a pedofil bűnözőktől védeni. Minden eszközzel. És mindenkinek a lakóhely környékén jogában el tudni, sőt, kötelességünk. Az államnak lenne kötelessége egyébként, hogy ez a világ legtöbb részén így van, Amerikában is így van egyébként, a nagy demokrácia, meg nem tudom minek a őshazájának mondják, ott is ez így van. Tehát ez Magyarországon van így, hogy itt a bűnözőknek a nevét nem lehet leírni, de ez ugye a 90-es évek ilyen Csintalan Sándoros, Horn Gyulás időszakából itt maradt dolog, ilyen SZDSZ-es vívmány, hogy nálunk a bűnözőknek jogai vannak. Tehát itt nem lehet a nevét leírni, nem lehet a származását elmondani, nem lehet mutatni az arcát, az anyagyilkosnak sem, a nem tudom, bankrablónak sem, senkinek nem lehet, a pedofilnak sem. Ez nincs így a világ legtöbb részén. Hagy hívjam fel erre a figyelmet. Ez Magyarországon van csak így. A pedofilnak jogai vannak, nincsenek jogai. Tehát mindenkinek tudnia kell a környéken, vagy akár abban a városban, főleg a szomszédságban, vagy abban az utcában, ha egy pedofil ott lakik. És olyan nincs, hogy véletlen letöltött 19.600 gyermekpornográf felvételt a laptopjára. Ilyen nincs. Hozzá kell tennem, ő bevallotta, azért ért véget ugye az ügy első fokon. Mert ő elismerte. Tehát nincs vita, nem egy ártatlan emberről beszélünk, ez egy pedofil bűnöző. És Jellemző a gerincességére, hogy bár ugye videó felvétel készült róla, bár amikor megérkeztem, akkor az édesapja éppen mármint Kaleta Gábor édesapja érkezett egy Kaleta Gábor korabeli hölgyel és két kisgyermekkel. Tudomásom szerint egyébként a Kaleta Gábor felesége és a gyermekei voltak, akik ugye bementek a házba, és az édesapa kvázi védelmébe vette a fiát, és én minden további nélkül el tudom képzelni, hogy a házban ott volt Kaleta Gábor, csak nem jött ki. Tehát azt végignézte, hogy az idős édesapjával, meg az édesanyjával kell ugye ezt a szócsatát megvívnom, mert hozzá kell tennem, hogy innentől kezdve ők bűnrészesek. Tehát ha ők védelmébe veszik, nem a fiúkat vették védelembe, a bűnt, amit elkövetett, azt vették védelembe. Azt mondta egész pontosan, hogy ha te megnézel egy gyilkosságról egy fényképet, attól te nem leszel egy gyilkos. Filmet, attól nem leszel egy gyilkos. 19.600 tönkretett gyermek, tönkretett élet. Az a 19.600 kép. Gondolom nem kell nagyon itt elemeznem, remélem, hogy miről beszélek. Tehát ezt védelembe venni, úgy, hogy oda nem véletlenül keveredik az ember. Tehát ez dark webben van, baromi nehéz oda, nem tudom milyen böngészőn keresztül tudnak csak eljutni, fizetnie kell, vagy feltölteni gyermekpornográf felvételeket. Tehát ez egy undorító szörnyeteg ez az ember, ez a Kaleta Gábor. Hát hagyd ne soroljam már, hogy még miért gondolom azt, hogy mekkora bűnöző és mekkora szörnyeteg. Ezt a bűnt védelembe venni, az valami döbbenet. Ugye rendőrt hívtak rám, most nem akarom ezt részletezni, mert engem legalább nem tartóztattak le rögtön, mint ugye Novák elődöt, ahova betörtek éjszaka. Tehát milyen kedvesek voltak ezek 8 rendőr éjszaka, ahol 4 gyermekkel, duródórával élnek, kisgyermekekkel, éjszaka betörnek az idős szüleihez, Novák előtt idős szüleihez betörnek, mert hogy ott is volt valami tartózkodási címe. Tehát egészen elképesztő a sátáni zászló levétele miatt. És Kaletáék ezek után még feljelentenek engem, amit egyébként formai okok miatt megszüntetett a Székesfehérvári Járásbíróság, amit én nagyon sajnálok, mert szerettem volna Kaleta Gáborral szemtől szemben állni a bíróságon, mert nem volt annyi bátorsága sem, hogy bár ő rá hivatkoznak a feljelentésben, de az apjával íratta alá, mint hogy kiküldte az apját. Tehát milyen ember ez? Hát de mit várunk egy pedofiltól? Hogy gerinces legyen, vagy bátor? Említetted, hogy házkutatás volt Novák elődnél, azt azért áruljuk el, hogy egy csavarhúzót kerestek, ugye, amivel kifeszítette. Bocsánat, nyilvánvalóan semmit nem kerestek, ez egy megfélemlítő akció volt. Tehát ami még egyelőre a kérdés, egyetlen egy kérdés van, tehát ez egy megfélemlítő akció volt. Tehát miközben ez a kormány is, meg az egész világ elítéli, ami ugye Belorussziában történik, ami egyébként számomra is elítélendő, tehát amikor tudom én, a karhatalom veri a tüntetőket, az elítélendő, csak hagyd tegyük már hozzá, hogy Emmanuel Macron sokkal durvábban lép fel a Franciaországban tüntető francia dolgozókkal szemben, nem a migránsokkal szemben, nem a kalasnyikovval a francia utcákon lövöldöző arab bevándorlókkal szemben, nem azokkal szemben soha nem lépnek fel a francia rendőrök. Ugye Calais-ban is forgattam, mikor még ugye volt ez a migráns dzsungel 10 000 migráns között, az valami hihetetlen volt. Ott álltam, és megszűnt Európa. Nem volt rendőrök, konkrétan úgy engedtek be minket Franciaországban, ugye annó, amikor csináltuk ezt a videót, hogy minket igazoltattak a bejáratnál. Egy város volt, egy illegális város. Mecsettel, étteremmel, mindennel. Calais mellett. És mondták, hogy maguk ugye európainak néznek ki, mit akarnak maguk itt csinálni. Hát maguk nem arabok. És mondtuk, hogy ne vicceljenek már, hát ez még ugye az Európai Unió területe, be akarunk oda menni. És mondták, hogy ez életveszélyes. Közölte velünk a francia rohamrendőr, hogy életveszélyes oda bemenni. Ugye én bementem, csak szeretném jelezni, csináltunk ott is annó egy videót, 2016-ban történt ez, szeretném jelezni, hogy ugyanez a francia rendőrség, a francia dolgozókat, a fehér francia dolgozókat, akik nyilván nagyon sanyargatnak, és a bőrt is lenyúzza őket, ugye ez a Rothschildok által odatett francia elnök, őket szétlövik. Tehát annak idején ugyanúgy, ahogy most ugye fölháborodnak Belorusszián mindenfele a nyugati világban, mélyen hallgattak, amikor Gyurcsányék minket vertek szét, meg ránk lőttek, mélyen hallgattak, és most mélyen hallgatnak, mikor a Macron a többszörösét teszi egyébként, amit Gyurcsány. Tehát az is szörnyű volt, és arról nem kell nekem beszélnem, mindannyian átéltük, hogy itt mit műveltek Gyurcsányék ideje alatt a pribékjeik, de ami Franciaországban nem 2-3 embernek, hanem 200 embernek lőtték már ki a szemét. És néma csönd van. Tehát se a média nem beszél erről, semmi. Tehát azt kell látni, hogy az államhatalom az úgynevezett demokratikus világban, amihez jelenleg mi is tartozunk, állami terrort alkalmaz azokkal szemben bármelyik országban, akik a úgynevezett, én úgy szoktam mondani, hogy sátáni státuszkóval szemben lépnek fel. És ennek egyébként a része ez a fajta deviáns propaganda, ami ezen a héten pont zajlik. Nem érdekli őket egyébként, hogy számunkra ez egy nemzeti ünnep. Ezt az zászlót most, éppen most kell kitűzni, és ez ennek a része. Tehát ha ne legyen senkinek kétsége afelől, hogyha mi most kimennénk, ugyanakkor a tömeg kimenne, bocsánat, mert 2006-ban is csak 10 000-en voltunk, ha most kimegyünk, akkor sajnos néhány százan vagyunk csak, de hogyha ugyanakkor a tömeg lenne, és ugyanúgy mondjuk akár ez ellen a deviáns propaganda ellen tömegtüntetésen fellépnénk, ugyanúgy ránk támadnának a rendőrök. Tehát vannak tabuk, amiket nem lehet. Még egy úgynevezett jobboldali, vagy nem tudom, nemzeti kormány idején sem lehet megkérdőjelezni. Mert akkor jön értünk nem tudom, az AVH. Jelenleg az történt Novák Elődékkel éjszaka. Azt azért ne felejtsük el, hogy nem csak ezen a héten, tehát nem csak a Pride héten ömlik ez a propaganda, hiszen már az iskolákban érzékenyítő tréningeket tartanak a gyerekeknek. Ugye a Walt Disney rajzfilmekben is már kötelező lassan, hogy homoszexuálisok szerepeljenek, homoszexuális párok. Tehát, hogy ez igazából a gyerekekre veszélyes. Ez ellen mit tudunk tenni? Igen, mondjuk engem 42 évesen már baromi nehezen tudnának eltéríteni hát arra az útra. Neked is van 3 hogy lányod. Hogy nem tudom, ne a hölgyeket lássam szépnek. Persze, hát nyilvánvalóan a gyerekekre, 10 évesekre veszélyes ez leginkább egyébként természetesen. Nem akarok csak erről beszélni, mert borzasztó kevés az időnk, ugye inkább most már a kérdéseknek szerintem adjunk lehetőséget, de valóban, tehát nyilvánvalóan a mi harcunk az arról szól, hogy a jövő nemzedékeket akarjuk megvédeni. A jövő nemzedékét akarjuk megvédeni. Azt szeretnénk, hogyha Magyarországon gyermekek születnének. Sok-sok magyar gyermeket szeretnék látni Magyarországon. Nekem ez a célom, és egyébként örülnék neki, ha az északi civilizáció minden országában sok-sok gyermek születne. Japánban is sok gyermek születne, tudom, Ausztriában is sok gyermek születne, Lengyelországban is sok gyermek születne. Én ezt szeretném, ez az én kultúrköröm, ez az én civilizációm. Az sokkal érdekesebb egyébként, hogy ez a fajta propaganda, amiről most beszélünk, ami a mi gyermekeinket támadja, a mi 10 éveseinket támadja, ez a propaganda vajon miért nem Afrikában ilyen erős? Miért pont az északi civilizáció országaiban fejtik ki tevékenységük nagy részét? De hagyd lépjek egyel tovább, az abortusz kérdése. Egyetlen egy párt nem mer erről beszélni. Nem mer erről beszélni, mert nem népszerű. Sajnos még az úgynevezett jobb oldalon sem. Mondjuk ki, nem szokott pártelnök ilyet mondani, mert egy kicsit saját nemzeti táborunknak is szól, de az az igazság, hogy sajnos a liberalizmus az már mindenhol megjelenik. Mindenhol megjelenik, és annak ellenére, hogy nem népszerű a téma, az abortusz az akkor is magzat, vagy magzatgyermekgyilkosság. Ennyi, ezt ki kell mondani, nehéz máshogy értelmezni, amikor Új-Zélandon már ott tart a liberalizmus, hogy gyakorlatilag a szülés előtt, tehát a 9. hónapig akarják most már engedélyezni a magzatgyilkosságot. Tehát szülés előtt pár héttel, hát akinek született már gyermeke, tudja, hogy ott már egy ember van bent. Már látjuk, hogy ott van bent. Már érzései vannak, már hall, dobog a szíve. És erről nem lehet beszélni, de most nem is ez a fő kérdés, hanem az, mi mondjuk az egyetlen párt, ami erről is mer beszélni. De hagyd tegyem hozzá, hogy van akkor az, hogy Afrikában, ahol olyan méretű a népesség robbanás, hogy kezelhetetlen. Tehát Afrikában ez nyilvánvalóan megállíthatatlan. Tehát olyan szintű népesség robbanásról beszélünk, ugye Afrikában, ahol egynőre jutó gyerekek száma 11-12 jelenleg a 21. században, hogy ennek egyetlen egy következménye lesz, hogy előzönlik Európát. Ez nyilvánvaló. Hát nincs hely számukra. Tehát Szaharában nem fognak élni. Nincs hely a számukra. És milyen érdekes, hogy ezek a lobby csoportok, akik itt lobbiznak az abortuszért, ugye ugyanezek a csoportok tűzik ki a szivárványos zászlót, akik szétverik a családot, akik azt akarják, hogy az legyen, ugye most velem is vitatkoznak, ugye homoszexuálisok ilyen különböző fórumokon, ahol még ugye nem vagyok letiltva, és akkor mondják, hogy de hát mi is normálisak vagyunk, mi is elfogadunk benneteket, heteroszexuálisokat. Atya úristen, tehát ide jutottunk. Nem. Tehát vannak a normálisok, én nem heteroszexuális vagyok. Ugye azt mondják, hogy vannak a homoszexuális, a queer, a heteroszexuális, a biszexuális, és akkor szoktam mondani, akkor soroljuk. Tehát akkor van hogy nevezik, zoofilia? akkor a pedofília? Tehát akkor menjünk tovább, hát akkor ne fejezzék be a Q betűnél. Ugye azért szoktuk mi, ugye az nem nyelvbotlás, amikor azt mondjuk, hogy LMBPQ, QP, nem tudom, és akkor még oda tesszük a P betűt, mert oda kell tenni, csak még szégyenlik. Tehát ez erről szól, hogy neki is joga van. Hát akkor neki ehhez is joga van, hogy pedofil legyen. És nyilván el kell fogadni, hogyha természetben ez valami, nem tudom, hibaként, vagy mentális betegségként, nyilván nem a mi dolgunk ezt megállapítani, de megjelenik. Nyilván van ilyen, el kell fogadni, nem kell vele foglalkozni, kész. A Biblia egyébként keresztények számára hogy elég egyértelmű a jelzés, azért elmondja, hogy erről mi a vélemény. De ami az én problémám az az, hogy valójában egyébként, ez egy ilyen divatos mondat lesz, de nem azért mondom, mert egyébként nem szeretem ezt a mondatot, de egyébként ezeket a szerencsétleneket tényleg felhasználják. Tehát azt kell látni, és nem akarok senkit mentesíteni közülük, nem fogom ettől jobban, nem tudom kedvelni, de tényleg felhasználják őket. És azok az erők használják föl, és egyébként ez a nagy kérdés, hogy miért céljuk az északi civilizáció népeinek, nemzeteinek, országainak a meggyengítése, bár itt most már az elpusztításról beszélhetünk. Hát látjuk, hogy az Egyesült Államokban konkrétan fehér ellenes pogromok zajlanak. Tehát összevernek, nem mutatja, nyilván az RTL Klub nem mutatja, de embereket összevernek az utcán azért, mert fehérek. Felfegyverzett fekete, néger seregek vonultak föl, nem magyar gárda felvonulás volt, hanem itt gépkarabélyokkal vonultak fel több százan Amerikában. Fehér ellenes jelszavakat skandálva, feketék, és semmi nem történik. Tehát látni kell, hogy az előszobájában vagyunk, 20 éve mondom, de most már az előszobájában vagyunk. Sőt, elkezdődött. Elkezdődött a kiírtásunk. És ennek a kiírtásnak része ez, a szivárványos propaganda, vagy az abortusz, minden ennek a része. Ne szülessenek meg, ne legyenek normális családok, és ne legyen férfi-női kapcsolatból gyermek. Ez erről szól. A nagyobb kérdés, hogy azok a körök, nagyjából azért látjuk, hogy kik ezek a körök, akik emögött állnak világszerte, egy nagyon szűk körről beszélünk. Mondjuk a Facebook tulajdonosai tartoznak például ehhez a körhöz. Mark Zuckerberg kicsoda, tessék megnézni, ki Mark Zuckerberg? Ki az az 5 ember, akinek a kezében most a Facebook van? Kik azok az emberek? Meg kell nézni. Liberálisok, zsidó származású ember, egy homoszexuális, ez az 5 ember jelenleg a Facebook tulajdonosa. Csodálkozunk, hogy nemzeti, keresztény és egyéb hangok nem lehetnek jelen a Facebookon. Tehát itt igazából gyökerekig kéne lemenni. El kéne menni egészen a Szilícium völgyig az Egyesült Államokban. Ki az a néhány ember, néhány tucat emberről beszélünk, aki ezek mögött áll. Egyébként ezeket a szegény embereket, vagy megvezetett, szerencsétlen, vagy akár beteg embereket nem tudnák egyébként így felhasználni. És nem lenne ez probléma egyébként, abszolút nem lenne társadalmi probléma. Az is szégyen, hogy augusztus 20-án ennyit kell erről beszélnünk. De sajnos kell, mert ez tényleg veszély. Hát nem tudok beülni, itt vannak a gyermekeim most is, nem tudtunk beülni a múltkor, nem tudom, fél évvel ezelőtt utoljára még egyszer megpróbáltam elmenni velük moziba, azt hittem, egy ifjúsági film, beülünk rá, nem is amerikai film volt. Beülünk rá, mondom, hát ha van esélyünk, hogy propagandamentes lesz a film. 15 perc után jöttünk ki, fölháborodva a moziból. Tehát olyan undorító propaganda ment egy ifjúsági filmen 10 éves szereplőkkel. Tehát egyetlen egy normális szerelem kezdett szövődni a filmben, egy fiú meg egy lány között, a többi az nem, tehát az azonos nemű volt. Egy ilyen volt, egy fekete fiú egy fehér lánnyal, tehát ennyi. Tehát egyszerűen nem lehet már egy mozifilmet megnézni. Ugye most nyomul a Netflix, ami ugye azzal kezdte a bemutatkozását, most szépen majd minden magyarnak is már az lesz majd a tévé készülékén a főcsatorna, mert mindenhova be fognak jönni. Olyan pénz, olyan hatalom erő áll mögöttük, hogy benyomulnak. És azzal kezdte a tevékenységét, ami miatt egyébként fölgyújtották a székházukat Brazíliában, katolikusok, mert azzal kezdték a tevékenységüket, hogy ugye filmet készítenek arról, hogy Jézus homoszexuális volt. Jézus Krisztus homoszexuális volt. Ezzel kezdte a Netflix a tevékenységét. Tehát azt kell látni, hogy ez durvul. Ez egyre erőszakosabb, mindenhol ott lesz. És most már úgy, ahogy mondtad, a Walt Disney is bejelentette, hogy homoszexuális, biszexuális és nem tudom milyen mesehősök lesznek. Tehát a gyerekeink a célpont. És nem lehet azt mondani, hogy jaj, hát ez nem olyan nagy probléma. Sokkal nagyobb probléma egyébként a nemzetgazdaságunk. Ha a nemzetgazdaságunk, és arról többet beszéltem volna, csak a mezőgazdaságról beszéltem egy picit, mert arra nekünk egyedüliként van programunk, hogy kerüljön vissza a magyar emberek kezébe a nemzetgazdaság, ami jelenleg nincs. ha a nemzetgazdaság a mi kezünkben lenne, akkor ez nem lenne probléma. De addig, ameddig a multik kezében van például, és ezek a multik még zsarolják is a Facebookot, mert a Coca-Cola-nak nem volt elég az a nemzetellenes propaganda, amit a Facebook eddig csinált. Tehát addig, amíg ilyen multik kezében van a magyar gazdaság, halkan jegyezném meg, hogy ez a Coca-Cola, akinek még a Facebook sem elég nemzetellenes, aki ugye tavaly elég komoly ilyen szivárványos kampányt csinált. Ezzel a Coca-Colával, ugye Orbán Viktor éppen most jelentette be 2 héttel ezelőtt, hogy új nemzetstratégiai megállapodást köt a kormány. Kösz. Már megint a magyar adófizetők pénzét költjük azokra, akik ki akarnak minket írtani. Na ez az igazi probléma. Gyorsan maradt még egy pici időnk a kérdésekre. Hogyha valaki kérdezni akar, itt elő ki van helyezve egy mikrofon, akkor kérem, hogy fáradjon ide, és az a kérésem, hogy rövid kérdéseket tegyenek föl, és Laci, te próbálj röviden válaszolni, mert még 10 percünk van. Nagy szeretettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Röviden szeretnék kérdezni, 2 kérdésem lenne Toroszkai úrhoz. Az egyik kérdésem az lenne, hogy mi a véleménye arról, hogy nemrég a Fidesz úgymond megállapodást kötött hosszú távra a híd gyülekezetével, és akkor a második kérdésem pedig az lenne, hogy nemrég elhunyt egy kollégája, mint polgármester, Cserdiben, Bogdán Lászlónak hívták. Az a kérdésem, a második kérdésem, hogy mi a véleménye Bogdán László halálának okáról. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kérdést. Hát, ugye az első kérdésre egyszerűbb a válaszom, a másodikra lehet, hogy rövidebb lesz. Az a helyzet, hogy azért az mutatja, hogy milyen irgalmatlan nagy bajban van a hazánk és a nemzetünk, hogy volt az elmúlt években néhány olyan pillanat, amikor a hit gyülekezete gyakorlatilag rajtam vagy rajtunk kívül szinte egyedüliként emelte föl a hangját a migráció ellen például. Tudjuk, hogy egészen más okokból. És például mondjuk a homoszexuális ilyen deviáns vonulások ellen is fölemelték a hangjukat. És ez egyébként a magyar közélet, a magyar politika süllyedését mutatja, hogy gyakorlatilag a hídgyülekezetére már föl kell figyelni, amiatt, hogy ez nem is volt a rossz, amit mondott. Csak az a probléma, hogy a hídgyülekezete ezt merő filoszemitizmusból teszi. Tehát nem mindegy, hogy én azért akarom megállítani mondjuk az iszlamizációt, mert egyébként van egy ilyen jelenség Európában, mellékesen jegyzem meg, nem ez a fő probléma, de van egy ilyen jelenség. Ugye főleg Nyugat-Európában, főleg Franciaországra jellemző, hogy a még középkori templomokat is ugye lerombolnak, elpusztítanak, miközben 100 számra épülnek a mecsetek. Tehát nehéz azt mondani, hogy nincs egyfajta iszlamizáció. Már nekünk itt Magyarországon nem ez még a fő probléma. Én egyébként azt gondolom, Európában sem ez a legnagyobb probléma, de mindenképpen probléma. Egészen más a mi álláspontunk, akik a magyarságunkat, a saját hagyományainkat, a saját hazánkat akarjuk megvédeni. Tehát nem Izraelnek akarunk mondjuk szállást csinálni. Ez egy más dolog. Ugye a hídgyülekezeténél a sportcsarnokuknál is ott van az izraeli zászló. Ez azért elég egyértelmű utalás arra, hogy amiről én most beszélek. Annak ellenére egyébként, hogy például általában mondjuk a határkerítés építésében, vagy nem tudom, az abortusz, vagy a homoszexuális propaganda kérdésében lehet, hogy néha egy álláspontra helyezkedünk velük, de hát ugyanígy vannak olyan kérdések, mondjuk a nem tudom, családpolitikai ügyek, amiben tudjuk mondjuk a Fideszt támogatni, hiszen egy ilyen nagyon furcsa, unorthodox párt vagyunk, akik számára nem a párt érdek a legfontosabb, hanem a haza és a nemzet érdeke. Mindazonáltal a hídgyülekezete nem egy történelmi egyház. A Fidesz csinált belőle történelmi egyházat. Hát hogy lenne történelmi egyház? Hát ez egy őrület. És nyilvánvalóan nem tudom támogatni a Fidesz együttműködését egy olyan párttal, amely az izraeli zászlót tűzi, vagy bocsánat, egyházzal, vagy ugye nem nevezhetem másnak, ha szektának nevezném, följelentenének, szeretném jelezni, ezt is a Fidesznek köszönhetjük. Tehát egyháznak kell őket nevezni, járok így is elég sűrűn a bíróságra. Tehát az a helyzet, hogy nyilvánvalóan nem tudom ezt támogatni, és a magyar adófizetők pénzét nem erre, nem a hídgyülekezetére kellene költeni, mert kifejezetten veszélyesnek tartom ezt a fajta filoszemitizmust, amit a hídgyülekezete egyébként képvisel. Ami a második kérdést illeti, ugye a cserdi polgármester, ott van egy személyes élményem, ugye elnökségi tagunk, alelnökünk, Cserháthalál polgármestere, Dós Dávid, aki a minap mesélte éppen nekem, hogy voltak egy ilyen tanulmányúton, ugye ő is polgármester, cserdi polgármester kollégánál néhány évvel ezelőtt, aki büszkén mutatta, hogy a közmunkaprogramból, amihez egyébként túl nagy, hogy mondjam, tehetség azért nem kell, tehát a közmunkaprogram az van. Tehát arra ugye kap egy állami támogatást. Nyilván ezeknek a cigány embereknek jó volt az 50 000 forintos fizetés, egyébként nem lehet belőle megélni. Tehát hiába mondta azt a kormány, hogy meg lehet élni, vagy egyes fideszes politikusok, hogy meg lehet élni 50 000 forintból, nem lehet a közmunkás bérből megélni. Tehát én például azon dolgozom, és szerintem az sokkal fontosabb dolog, hogy én azon dolgozom, hogy kivezessem az ásodhalmi embereket a közmunkából. Ez egy baromi nehéz munka, de most éppen ugye 200 millió forintból kezdünk építeni ugye chipsüzemet, egy feldolgozó üzemet, ugye Batáta, az már van Ásodhalmon, azzal foglalkozunk, ugye most fel is dolgozzuk, és csomagolóüzemet is építünk mellé. Tehát én azt gondolom, hogy ez a nagyobb munka. Önmagában a közmunka az nem olyan nagy dolog, de egyébként cigány polgármesterek közül messze a legjobb munkát végezte. Messze a legjobb munkát. Tehát ahhoz képest a többi, akit tudok, Gilvánfa polgármester, meg nem tudom, hol van még ilyen 100%-os cigány lakta faluban cigány polgármester, ott csak arról hallunk, hogy sikkasztottak, hogy lopták szét a falu pénzét, és hogy nő a gaza a városház előtt, meg a templom, az elbontott templom helyén. Mert ezek vannak ezekben a cigány falvakban. Tényleg ott bezárt a posta, bezárt a bolt, minden. Ezek közül, a polgármesterek közül Cserdi polgármestere messze kiemelkedett, és volt egy csomó olyan lépése, mondata, megnyilvánulása, ami kifejezetten szimpatikus volt számomra is. Viszont hallottam Cserháthalál polgármesterétől a minap egy olyan mondatot, ami innentől kezdve lerombolja azt a néhány dolgot, ami szimpatikus volt Cserdi polgármesterének munkájában, mert ezen a tanulmányúton megkérdezte Bogdán Lászlót, Dózs Dávid polgármester kollégám arról, hogy és mi van a megmaradt idős magyarokkal a településen. És erre azt választotta Bogdán László, hogy kit érdekelnek. Őt a saját népe érdekli. Most innentől kezdve, az előbb ugye elmondtam, tehát hogy cigány politikusok közül is csak azt, vagy azzal tudok szimpatizálni, vagy együtt dolgozni, aki nem a nem tudom milyen kreált 70-es években elfogadott cigányzászlót tűzi ki a hátunk mögé, mint amikor ugye Vona Gábor az Opera Roma párt elnökével vitázott. Hát engem egy ilyen vitára elhívnak, én azonnal vagy leszedem az zászlót a falról, és kiteszem helyére a magyar nemzeti zászlót, vagy elmegyek, tehát nem veszek részt egy ilyen vitán, hát gyakorlatilag megágyazok Magyarország helyett egy cigányországnak. Tehát csak olyan cigány politikus vezetőt tudok elfogadni, aki legalább annyira magyarnak érzi magát, hanem jobban magyarnak érzi magát, mint amennyire egyébként cigánynak is. Tehát az, akinek nem számít az idős magyar ember, mert az magyar, na azzal én nem szeretnék semmilyen módon együttműködni. Ja, bocsánat, az, hogy halt meg, azt pedig nem tudom. Nem voltam ott. Még egyetlen rövid kérdésre van időnk, ha valaki szeretne kérdezni. Tisztelettel kérdezem elnök urunkat, mit tenne, ha mi volnánk kormányon? Tudnélik a Tóth atyafiak Pozsony körül egy D4-es autópályát építenének, és arra hivatkoznak, hogy a kisajátított 60 birtoknak a felmenői magyarok voltak. Tehát él a benne dekrétum, és a Fidesz nagy szerelemben van velük. Semmi betartás. Köszönöm. Benes dekrétumnak minden következményét és a nyomát is el kell törölni, tehát addig nincs párbeszéd. Addig nincs párbeszéd se Csehországgal, se Szlovákiával. Annak ellenére, hogy én egyébként maximálisan a közép-európai együttműködés híve vagyok, ami körülbelül úgy Észtországtól terjed mondjuk úgy Horvátországig, tehát, és ezen belül leginkább a lengyel-magyar tengelynek, összefogásnak látom értelmét, ami működik, úgyhogy szinte évente járok ugye a lengyelek legnagyobb felvonulásáról, ugye felkértek szónokként is, és tényleg rengeteg tapasztalatom van. Körülbelül ők azok, akikre lehet szövetségesként számítani. De ahhoz, hogy mi egyáltalán le tudjunk ülni a felvidéki Tóth atyafiakkal, ahogy fogalmaztál, ahhoz az a minimum, hogy a Benes dekrétum és minden, ami abból következik, vagy arra hivatkoznak, mert ráadásul még ott egyéb jogi problémák is vannak a Pozsony körüli magyar földek kisajátításával, abban nincs pardon. Tehát addig nincs semmiféle együttműködés, semmiféle közös munka a szlovák kormánya, vagy a pozsonyi kormánya, talán így jobban is szeretem mondani, ameddig ezt az ügyet nem rendezik. Ez nem kérdés. De egyébként hadd tegyem hozzá, hogy annál nagyobb baj, hogy nem most, már hosszú évekkel ezelőtt Rajka környékén is gyakorlatilag már olyan a helyzet, hogy szinte azt is el akarják csatolni. Tehát itt még több baj is van, még délebre is vannak bajok.